Asztali tenisz, tollaslabda, squash és tenisz. No meg persze 20 ország, több mint 150 versenyzője. Így nézett ki a Raketlanosok Bajnokok Ligája a teniszcentrumban, ahol a világelit adott egymásnak randevút. A szakák voltak éppen kötött sorrendben a könnyűtől a nehezebb felé haladva a négy legismertebb ütőslabdajátékot tömöríti magába. A nívós küzdelmekre garancia volt a nevezettek listája, hiszen az egyes sportágak legjobbjai és a világranglisták élovasai csaptak össze, ha képletesen is. Why you want to play racquetball? Miért játszunk rekatlont? Mert nagyon unalmas csak egy sportot játszani, és ez olyan, mint a triatlon vagy az öttusa, ahol kiderül, ki a legjobb négy különböző sportágban, mondta Marcel Weigel, a világszövetség elnöke. A legerősebb ország most jelenleg a rakatlonban Ausztria, de számukra az otthoni versenyek, a világbajnokság vagy egyéb más ilyen nemzetközi verseny foglalt, és szerettek volna közelükbe egy olyan helyszínt, ahol lelkes, azért azt gondolom, hogy szakértő, rakettlontértő sportolók vannak, akik segítenek a rendezésben, és nem kell sokat utazniuk. A Győrnek ez a kiváló pozíciója szerintem itt is érvényesült. A Raketlonosok csapatversenye osztrák uralmat hozott, hiszen az első helyen az Union Raketlon Klosterneuburg végzett, megelőzve a Sportunion Racquet Point Viennát és a cseh Czech Kron Prague együttesét. Akadt viszont hazai duplázó, hiszen a szombathelyi Sákovics Péter a 45 és az 50 év felettiek versenyét is megnyerte.